A szakszervezeteknek erős szövetséget kell kötniük egymással, és meg kell mozgatniuk a dolgozók tömegét, csak így lehet eredményt elérni, állítja Székely Tamás. A stúdióban a Magyar Szakszervezeti Szövetség alelnöke. Hát, hogyha Komjáti Imre szavainak hiszek, és miért ne tenném, előbb mondta el, a szakszervezetek milyen nehéz helyzetben vannak a munkatörvénykönyve rájuk vonatkozó passzusa miatt, és mennyire meg vannak bénítva, és ettől aztán igazából nincsen erejük. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Ez egy nagyon rövid szimptomának megfelel? Sok igazság van benne, és én azzal is egyetértek, hogy bátornak kell lenni. Én azt gondolom, hogy én a bátrak közé tartozom, szemben másokkal. Ezért is fontos az a cél, hogy minél több munkavállalót lehessen képviselni. És az amit például ő mond, látja, ez egy érdekes felvetés, hogy legyen kötelező minden munkavállalónak a szakszervezetbe beléptetése, tehát nem kell neki semmit csinálni, azáltal, hogy ő munkavállaló szakszervezeti tag, az ő tagdíját pedig a magyar állam fizeti. Ebben, hát én ezzel ebben kicsit, van igazság? Kicsit vitatkoznék, mert azért ez régi időkre hajazna. Én inkább azt a javaslatot tenném, hogyha erről beszélünk, hogy olyan jogköröket kell a szakszervezetek számára biztosítani, mint amit mondjuk az északi szakszervezetek is fölvállalnak, hogy a munkanélküliségi alapot szakszervezetek kezelik, és ezáltal nagyon sok olyan feladatot látnak el, amit korábban az állam látott el, és ez viszont szakszervezeti tagsághoz köthető, és ezért is magas egyébként az északi államokban még a szakszervezeti tagság. A szervezettség mértéke, ami Magyarországon egészen drámai lett 1990-hez. Így van, ez 10% alá esett. Mondjuk, tudnak így erőt kifejteni a kormányzati vagy bármely politikai akarattal szemben? Mert ugye a szakszervezetnek elvben, az érdekvédelemben ez is feladata lenne. Ha lenne közös cél, és ezeket a közös célokat kellene inkább egymás mellé rakni, akkor biztos vagyok benne, egy ilyen közös cél lehet a munkatörvénykönyve, ugye, ami korábban néhány szakszervezeti vezető megállapodott egyébként a kormányzattal, hogy napirendre kerül a munkatörvénykönyve, a sztrájktörvény és a nyugdíj kérdése. Ez a mai napig érdemben egyébként nem történt meg. Ebből adódik a feszültség is, ami a szakszervezeti működést illeti, és hát ugye azért látjuk azt, hogy ahogy az utóbbi időben a gazdaság fejlődik, nagyon sok olyan tényező is van, ami a munkavállalóknak a pozícióit vagy javítja, vagy rontja. Az, hogy ma Magyarországon egyre kevesebb a szakképzett munkaerő, ez részben egyfajta bérnövekményt generál, ami jó, viszont a munkavállalók egyre leterheltebbek, egyre több a probléma, és ez viszont nem jó. Na, ha már a problémákról beszélünk, meg a terhelés mértékéről beszélünk, van itt egy kúriai döntés. A Kúria Közigazgatási Munkaügyi Kollégiuma készített egy, hát nem is igazából ítélet, ez természetesen nem, ez egy munkaanyag, ami iránymutató a tekintetben, hogy különböző ügyek vizsgálata alapján mely bírósági ügyek kezelésével értenek egyet, és melyen nem is hogyan kellene eljárni. Például abban az esetben, ha a munkáltató egészségkárosodásért való felelőssége merül fel egy bírósági tárgyalásban. Azt mondja ki a kúria, hogy a munkáltató minden a munkakörrel összefüggésbe hozható egészségkárosodásért felel. Ez még így is egy nagyon tág kör, mert ugye mi mindent lehet annak tekinteni, de ez egy nagyon fontos cezúra a korábbi ítélkezési gyakorlattal szemben, ha jól értem. Igen, ez így van. Azzal egészül ki egyébként ez a kúriai anyag, ami sok mindenben pozitív, hogy végül is a felelősséget nevesíti a munkáltatók számára, viszont érdekes, hogy egy picit adott is, meg vett is el. Nagyon érdekes az a példa, hogy amikor a munkavállaló munkahelyére megy közlekedési eszközzel, az korábban, hogyha valami történt, akkor az munkahelyi balesetnek számított, most ez kikerült. Az is érdekes, hogy mondjuk, hogyha valamelyik munkavállaló pénzszállítási feladatot lát el, és fegyveres támadás áldozatává válik, akkor a munkáltató ebben nem felelős. De viszont vannak olyan pontok, amik visszavezetnek ahhoz a kérdéshez, amit a minap egyébként ebben a TV csatornán lehetett látni Svábi András műsorában, hogy nincsenek a munkahelyi balesetek kellőképpen kezelve Magyarországon,
És ez egyébként egy nagyon komoly probléma, hiszen itt ebben a műsorban például kizárólag csak mondjuk balesetről beszéltünk, ahol mit az adott munkavállaló szerencsére túlélt, de vannak olyan esetek is, a VDS működési területén is, ahol halálos baleset történt, és amely napig például nincsen érdemi felelős. A munkáltató stikában megállapodott a családdal, hogy ne legyen ebből semmi gond, és mert mi sem történt volna, megy tovább az élet, miközben ott egy nagyon komoly, az egyik gumigyárban egy nagyon komoly halálos baleset. Tehát néha előfordul az, hogy a munkáltató a családdal tud ilyen megállapodást kötni, mert a család számára hátrányos? De a családnak nem tudja a jogait, így aztán nem is érvényesíti azokat. Így van, ezért van egyébként szakszervezetnek nagyon fontos szerepe, és azoknak a munkavállalói képviseleteknek, munkavédelmi képviselőknek, akiket egyébként ma már kötelező minden 20 fő fölötti cégnél megválasztani, és nagyon-nagyon fontos szerepet töltenek be ma a szakszervezetek, hogy ezek a munkavédelmi képviselők kötődjenek egy olyan szakmai érdekképviseleti hálózathoz, mint a szakszervezethez, hogy kellően fölkészült kollégák tudjanak ilyen esetekben egyébként lépni. Van itt még egy fontos, csak két fontos dolog, ezt megemlítem, csak mert gondolom sokakat érinthet, hogy például a Kuria azt is kimondja ebben az anyagban, hogy a munkavállaló, munkáltató számára nem ismert betegsége, hogyha az a betegség súlyosbodik a munkavégzés által, az is a munkáltató felelőssége. Igen. Tehát, hogyha a munkavállaló mondjuk cukorbeteg, és olyan munkát végez, ami valamilyen módon hatással volt az ő betegségére, és az attól rosszabbodott, az munkáltatói felelősség, nem mondhatja azt, hogy miért tetszett ilyen munkát végezni cukorbetegként. De van itt még egy olyan mondat is, ami szintén érdekes, a látens betegségekkel kapcsolatos kártérítés ügye, amikor senki nem tudja, hogy van ez a betegség, viszont az azáltal kerül felszínre, hogy milyen munkát végez valaki, nem mondhatja azt a munkáltatót, hogy nekem miközöm hozzá, ezt tetszett hozni. Ez is egy olyan pont, ami pozitívum lehet a munkavállalók szempontjából. Én nagyon kíváncsi leszek egyébként, hogy ha itt konkrét esetekről lesz szó, akkor a bizonyítási eljárás során milyen érrendszerrel tudunk mi adott esetben a munkavállalók érdekeiben fellépni. Az tény, hogy mondjuk akik műszakba járnak, vagy 12 órás munkabeosztásban dolgoznak, azoknak nagyon sok olyan látens betegségük van, a cukorbetegség és egyéb keringés és más egyéb pszichoszociális betegségek mellett, ami adott esetben egy ilyen folyamatos megszakítás nélküli munkarendben egyre intenzívebben terheli az adott munkavállaló szervezetét. Ezért is lenne fontos az például, hogy az a munkaegészségügyi rendszer, ami most működik, az valahogy függetlenné váljon a munkáltatóktól, mert ma a munkáltató finanszírozza azt a munkaegészségügyi orvost, aki megállapítja, hogy az adott munkavállaló alkalmas-e a feladat ellátására, vagy sem. Nyilván a munkáltatójával szemben nehezen mond vélemény, de ez ugye most egy olyan megállapításot, amit persze én sem tudok bizonyítani, viszont jó ügyvéreket kívánok a munkavállalóknak adott esetben, mert szükségük lehet, talán a szakszervezetek ebben is tudnak segíteni. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen!